Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Bizonyára áttéltél már egy olyan helyzetet, ami különleges volt számodra, vagy az ő számára, az első találkozás, vagy az utolsó randevú, vagy ahogy figyelt téged, vagy amikor megcsókolt téged, egy különleges pillanat. Ennél a jóslásnál azt nézzük meg, hogy mit gondolt ő ebben a pillanatban. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, mint például mit gondolt ő abban a pillanatban. A díjam az 4000 forint. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. A fő téma itt van középen. Ez a ház jelentheti azt, hogy ő szeretne téged meglátogatni. Ez a ház jelentheti azt is, hogy szeretné, ha te látogatnád meg őt, vagy családot akar alapítani veled, vagy tervez veled egy közös otthont. És megnézzük, hogy még mit mutatnak a kártyák. Mit gondolt ő abban a pillanatban? Itt látható a hite, de ez a kereszt jelenti azt is, hogy a sors utatok kereszteződött, tehát ő biztos abban, hogy itt az égi hatalom segít nektek, és ez a találkozás nem volt véletlen. Amire ő még gondolt, ez a nyilvánosság, hogy felvállal téged a nyilvánosságon, vagy büszkén szeretne téged mutatni a nyilvánosságon, és a kereszt jelenthet fontos döntéseket is. Amire még gondolt, az egy nő a háttérben, hiszen ez a kígyó jelenthet egy nőt, viszont az egerek eltávolítják, mert a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát ő döntéseket hoz, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba, lezár egy bizonyos kapcsolatot. Ez lehet a társnője, ez lehet a volt társnője, de lehet az anyukája is, hiszen a ház az jelentheti a családot is, és én úgy gondolom, hogy bizonyos esetekben az anyukája esetleg beleszól a dolgokba, és ő ezt most nem engedi meg. Mit gondolt ebben a pillanatban, mi foglalkoztatta őt, hogy kezébe veszi a kulcsot, és használni fogja. Lezár bizonyos kapcsolatokat, és kinyílik számotokra egy új ajtó. Itt a virágcsokor, az jelenti a te szépségedet, de egy meglepetést, egy ajándékot is, és ő tervez egy közös otthont veled együtt. És a kulcs már ott van az otthonhoz. Itt a horgony jelenti a biztonság érzetét, ahol le tud horgonyozni, és itt van hozzá a remény. Azon kívül ez a kép lehet egy utazás, egy közös nyaralás tervezése, vagy ha ő külföldön él, akkor szeretné, ha te meglátogatnád őt, vagy ő fog utazni, és ő látogat meg téged. Ez az utazás lehet egy belső út is. Egy lelki út, egy lelki kapcsolat. Itt megjelenik újra a biztonság érzete, ahol le tud gyökerezni, itt le tud horgonyozni, és ez az élet út, és ez a virág jelenti a tiszta érzelmeket, de jelenti a szexuális kapcsolatokat is.
A kérdés az volt, mit gondolt ő ebben a pillanatban? A biztonság érzetét, egy közös otthon tervezését, a nyilvánosságot, a nyitottságot, egy ajándékot, döntéseket. Itt kétszer megjelenik a biztonság érzete, ahol le tud horgonyozni, le tud gyökerezni. Ennek a képnek van gyógyító ereje is, hiszen itt tisztázódnak a dolgok, megvan hozzá a remény. Lesz egy utazás, vagy egy közös életút, és ez a hölgy, vagy a társnő, vagy valaki, aki beleavatkozott eddig a dolgaitokba, eltűnik, hiszen az egerek eltávolítják ezt a kártyát, ő lezár bizonyos kapcsolatokat, és nyitott hozzád. Ez volt, ez az általános jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!